Egy vidéki településen mindig eseménynek számít a Ferencváros vendégjátéka, főként akkor, ha tétmeccsen lép pályára a legnépszerűbb magyar csapat. A 70-es évek közepe óta a megyében Tyúkodon, Tiszavasváriban, Petneházán és Nyíregyházán is játszott a kupameccset a zöldfehérek, szerdán pedig Nagyeseden vendég szerepel az NBA tabelláját 13 pontos előnnyel vezető fővárosi együttes. A megyei első osztályban újoncként a második helyen álló ecsedieknél érthetően nagyon várják a Fradi elleni mérkőzést. Szatmáron nem is tudom, mikor talán Tyúkodon volt még utoljára Ferencváros. Nagyon régen, tehát aki futballozott valaha, azt gondolom, az mindenki ott lesz, meg azon kívül is. Azért csak egy Ferencváros, tehát egy kis csapat életében ez óriási nagy dolog. Én úgy gondolom, egy jó hangulatú meccs lesz, ez eleve egy Fradi tábor, tehát ismerni kell az embert, a hírek kirázza, hogyha elkezdenek magyarul beénekelni. Tehát én úgy gondolom, nekünk nem az eredményekkel foglalkozni, nekünk vesztenivalónk nincs. Egy nagyon jó hangulatú mérkőzés, hogy emlékezzenek rá az emberek még sok év múlva is. A mérkőzésre 2000 nézőt várnak a rendezők, akiket nem kis kihívás elé állított a biztosítás megszervezése. Nekünk ez nagyon nagy gonddal jár, azért csak egy Ferencváros kiemelt fontosságú az NB1-be is. Hát nem is tudom, hogy 30-40 biztonsági őr, akit nekünk kell állni, plusz 100, nem tudom megfogalmazni pontosan, hogy hány fő, tehát rengeteg rendőr lesz. Biztonsági őrtől kezdve minden, ugyanúgy beléptető rendszer lesz, tehát motozástól kezdve minden, csak egy Ferencváros, tehát én úgy gondolom megfelelően felkészültünk, ahogy lehetett. A Nagyecsed Ferencváros mérkőzés szerdán 14 órakor kezdődik, a szurkolók pedig már 11 órától elfoglalhatják helyüket a pálya körül.